Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 27-én nyílik egy égi kapu. Ez egy spirituális terület, vagy egy finom energia mező, ennek van gyógyító hatása is. Ezen az estén újra egy szertartást tartok, ami este 11 órakor kezdődik, és e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Mint mindig, ezúttal is van egy szimbólum. Ezen a napon, tehát 27-én Muluk uralkodik, és Muluk lefordítva vizet jelent. És ebbe a témába minden beletartozik, ami a vízzel kapcsolatos. Természetesen, ami egészségügyi helyzetünkre is utalhat. Vagy, amit még jelenthet, egy folyó vagy egy tó, lehet, hogy ott élsz a környezetben, vagy tervezel egy nyaralást. Amit a víz még jelent, ennek van tisztító hatása. Tehát most megvan a lehetőség arra, hogy valamit tisztítsunk, rendezzünk a környezetünkben. Azon kívül, amit a víz még jelent, ezek az érzelmek. Ez persze kihat a szerelmi kapcsolatra, hiszen ott mindig érzelmekről van szó, hogy nyitott légy, érzelmeket kimutatni, vagy elfogadni, vagy legyen ő nyitott arra, hogy végre beszéljen érzelmekről, vagy kimutassa az érzelmeit, így lesz meg az alap, a bizalom, a közeledés, és ezáltal tisztítódik valami. És lesz egy mozgás, hiszen előre folyamodnak akkor az események akadályok nélkül. És pontosan ebben ezeknél a témáknál segít ez a szertartás. Örülök, ha van érdeklődés, és köszönöm a figyelmeket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!